Végre eljött az az évszak, amikor előkerülhetnek azok a bizonyos arckezelések, amelyeket nem lehet a napsütéses hónapokban, mert hogy kifejezetten ártalmas volna a bőrünknek, és a lézerkezelések éppen ilyenek, de ezek a leghatásosabbak. Milyen lézerkezeléseket érdemes ilyenkor elővenni? Tulajdonképpen a lézerkezelés egy a nagyon hatásos terápiák között. Egy olyan lézerkezelésről beszélünk most, amelyik különbözik az eddigi ablatív, a teljes bőrfelületet eltávolító kezelésektől. Itt egy szkennerrel van a lézer összekötve, és ez a szkenner egy meghatározott területén a bőrnek, frakcionáltan, tehát egészen kis adagokban közvetíti a lézersugarat, ami behatol ugyan a bőr 2-3 mm-es mélységében, tehát ez egy ilyen frakcionált felszíni lézerkezelés. Feltehetőleg senki nem gondolná, hogy Gregor Bernadettnek erre a kezelésre szüksége van, de most ő ki fogja próbálni. Te mit szeretnél változtatni? Hát én elárulom nektek, hogy 2,5 hónapot én a Balaton közelében töltöttem a családommal, és én nagyon-nagyon szeretek napozni. Igen, igen, kenem magam fényvédőkrémekkel, de nem kenek 50-eset, mert nekem nagyon tetszik a napbarnított bőr. Úgyhogy napoztam, és én azért jöttem most, hogy ezt, amit műveltem a bőrömmel nyáron, ezt egy picit kompenzáljuk ezzel. De külön meg Gregor Berninek is szüksége van bizony mindenféle arckezelésre ahhoz, hogy azt az állapotot, ami most még van, azt tartsuk egy darabig. Ezek a fények, ezek a kis kockák és pöttyök nagyon látványosak. Ilyenkor mi történik a bőrben? Ilyenkor történik az, hogy a szkenner által beállított négyzet, vagy kör alakú, vagy egyáltalán ezeket a pici elosztásokat, hogy randomizáltan itt-ottam ott van egy iciri-piciri pöcs, vagy csíkban összehúzzuk magát a sugarat, ahogy kezeli a bőrt. Ezek a nagyon-nagyon finom tűszúrások, ezek icipici mikrosérüléseket hoznak létre a bőrön, de annyira felületest, hogy egyáltalán nem fáj, nem okoz olyan bőrpirt, amivel ne lehetne másnap, harmadnap dolgozni menni, másnap, vagy akár már aznap este finoman sminkelni. Ezt kétszer-háromszor megismételjük, és teljesen egészséges, revitalizált fiatal lesz a bőre, olyan, mintha nem napozta volna végig a nyarat. Szóval amelyben igazán sok dolog fog történni, lesznek pici sérülések, bejutnak anyagok, de akármilyen is ez a sérülés, az ember azt gondolná, hogy a lézerkezelés valamilyen érzéssel jár. Érezték közben valamit? Semmit az ég engedte világon. Nem, tényleg semmit.